lefülelt mondatok. Acél Endre. Beszélni nehezebb, mint bólogatni. András Eviván. A politikus addig keresi az ellenséget, míg meg nem találja. Berta Bulcsú. Most árubőség van, minden kapható, amire nekem nincs szükségem. Bodnár Erika. Velem nem kell lelki életet élni, arra ott vagyok én. Burgett Lajos. A nők könnyebben megnyílnak, mint a férfiak. Bükösdi László. Egy állat sohasem aljasul odáig, hogy emberként viselkedjen. Csepeli György. A legvidámabb barak egyik pillanatról a másikra átalakult a legszomorúbb shopping centerré. Csepeli György. Nem vagyok már olyan gyáva, mint amilyen gyáva voltam. Dunai Tamás. Részeget csak józanul lehet játszani. Egerszegi Krisztina. Csak az doppingol, aki lebukik. Friderikus Sándor. Néha kiadom magam Friderikus Sándornak, és ez nagyon jól jövedelmez. Furman Imre. A rendőrök fajra, nemre és vallásra való tekintet nélkül mindenkit vernek, csak a cigányokat egy kicsit jobban. Gábor Miklós. Egy tartós kapcsolat legalább olyan kaland, mint sok kicsi. Hatházi László. A nők azért élnek tovább, mert nincs feleségük. Haraszti Miklós. Koalíció kell, mert az MSZP egyedül túl sok és túl kevés. Hegedűs Géza. A feleségem okos asszony lévén azt mondta, hogy hűségről egy feleség nem kérdezősködik, mert csak felidegesítené magát. Hobó. Azok a barátaim, akik szitták a kommunizmust, most még jobban isznak. Jancsó Miklós. Neked nem az a bajom, hogy valaki pártitkár, ügynök vagy kém volt az előző rendszerben, de utána az illetők ne legyenek nyilasok. Kabos László. Mindig az a kedvenc női ruhadarabom, amit éppen levesznek magukról. Kern András. Szeretem az okos nőket. Persze csak a szépek. Koncz Gábor. Addig érdekli a nőt a férfi, amíg le nem tudja teperni. Koncz Gábor. Ma nincsenek olyanok, akik adják vagy kapják a pofonokat. Ezzel szemben nyüzsögnek azok, akik nézik a verekedést. Knézi Jenő. A magyar futballban nincs izgalmasabb annál, mint amikor nem játszanak. Kövér László. A hülyeséget abba hagyni sohasem késő. Kuncze Gábor. Az emberek az őket érdeklő kérdésekről leginkább a pénztárcájuk után tájékozódnak. Kuncze Gábor. Úgy nem tud működni az ország, hogy 4 évente az egyik fele arrébb rúgja a másikat. Kuncze Gábor. Amikor miniszter voltam, kissé megszaporodtak a volt osztálytársaim. Ha arra gondolok, hogy hányan jelentkeztek nálam erre hivatkozva, hajlamos vagyok azt hinni, hogy a Népstadionba jártam iskolába. Kuncze Gábor. A kormány nem szent, de maga felé hajlik a keze. Kvári Sinkó Zoltán.
a hazugságok mindig kiderülnek, de beválnak. Kvári Sinkó Zoltán. Az a jó a demokráciában, hogy bárki nyugodtan tiltakozhat. Nem történik semmi. Kvári Sinkó Zoltán. A demokrácia nagy veszélye, hogy bárkiből lehet polgármester. Kupa Mihály. Többször is meghívtam Orbán Viktort és Medgyesi Pétert egy tokai asszúra, de mindig csak az egyik jött el. Lang Györgyi. Ha a mostani hatalmasságok nem bíznak egymásban, hogy várják el tőlünk, hogy mi bízzunk bennük? Lengyel László. A kormányok addig szeretik az embert, amíg a másik felet bírálja. Lengyel László. Mindenki a maga pártját utálja a legjobban. Majtényi László. A nyakkendőt észszerűtlen ruhadarabnak tartom, belelóg a levesbe. Marx György. Az adóbevétel abból áll, hogy visszaveszik az állami alkalmazottak pénzének a felét. Medveszki Ilona. Én a kommunizmusban lettem hercegnő, és a demokráciában vagyok kommunista. Moldova György. Nálunk előbb akasztanak, aztán jön a tárgyalás, és végül nyomozni kezdenek. Móna István. Nem tehetek róla, de úgy alakult, hogy még senkinek se volt igaza velem szemben. Orbán Viktor. Geopolitikai sajátosság, hogy Magyarország a világ egyetlen országa, melyet saját maga vesz körül. Panek Zoltán. A reklámok a kor úton állói. Petrovics Emil. Nálunk azok nyerik a pályázatokat, akik a legkevesebb pénzt kérik. Psota Irén. Ha kitűzném a díjaimat a mellemre, úgy néznék ki, mint Brezsnyev. Revicki Gábor. Nem kiszeretek egy asszonyból, hanem beleszeretek egy másikba. Rogán Antal. Ellenzéki politikusként még a jóban is szóvá kell tenni a rosszat. Szájer József. Lehet, hogy a szocialistákat úgy lehetett volna legyőzni, ha nem fekszünk keresztbe eléjük a sínen, hanem mi vagyunk a vonat. Takács Imre. Sohasem láttam kakast, amelyik lenézte volna a tyúkokat. Tanács István. A feljelentés a politika folytatása. Más eszközökkel. Timár György. Sose közelítsünk nőhöz tisztességes szándékkal, ha nem akarjuk vérig sérteni. Vámos Miklós. Bródy Jánostól a magyar lakosság nagyobb része tud idézni kapásból, mint a Bibliából, a Tórából és a Koránból együttvéve. Végantal. Az első magyar köztársaságot Kossuth Lajos jelentette be. Ezt a mostani Szűrös Mátyás. Olyan is. Vekerdi László. Ha újra születnék, nem születnék újra. Zöldi László. Egy 70 és 80 körüli nőnek két baja van. Vagy az, hogy él a férje, vagy az, hogy nem. Zöldi László. Amerikában a gazdagok politizálnak, nálunk a politikusok gazdagodnak.
Zsíros Géza. A szocializmusnak vége. Itt már ingyen semmit sem lehet kapni. Legfeljebb náthát. Kedves hallgatóink, hazánkban hála az elmúlt években hozott jelentős intézkedéseknek egyre nagyobb a személy és vagyonbiztonság. Egyre kevesebb bűnöző tud átsúszni azon az intézkedési, technikai, biztonsági és ellenőrzési hálón, amely a szocialista értékeinket védjük és őrizzük, valamint óvjuk és megbecsüljük. Ezért rázta meg közvéleményünket annyira az az eset, amely egy zimankós januári hajnalon történt a hatos úton. De mint tudjuk, tökéletes büntény nincsen. Legfeljebb tökéletes rendőrség. Valamint bűnüldöző szervek. Valamint nyomozók. És önkéntes rendőrök. És önkéntelen rendőrök. Önöknek viszont most alkalmuk nyílik megismerkedni a majdnem tökéletes bűnözővel, Kellner kis Árpáddal. Kérem, vezessék be a postarablót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát ön a dunaújvárosi rém. Én vagyok, kérem, tisztelettel. Hát kérem, tessék van kedvesen megmondani nekem, hogy hogyan tudott ön egy olyan hatalmas pénzszállító teherautót feltartóztatni. Hát kérem, én ezt magam sem tudom. Ültem a gyerekkel a konyhában, és csináltuk az orosz leckét. Amikor megállt egy teherautó. A teherautót kivezette? A sofőr. Ismerte? Nem, kérem. Ismertem. No, ön pisztolyt szegezett a sofőr hátába. Igen. De hogy ez hogy lehet? Én kérdem, hogy hogy lehet. Most miért nem válaszol? Tessék levenni a bilincset, nem tudok lapozni. De hát én kérdem azt, hogy ez hogy lehet. Hát én csak arra emlékszem, hogy éppen ott tartottunk az igeragozásban, hogy knyom komu csemu, amikor két ember hirtelen hátat fordított nekem, és feltartotta a kezét. Hát mégis mit gondolt, hogy miért teszik fel a kezüket? Nem tudom, kérem. Talán a karnist akarták főtenni. Na jó. A pisztolyt hol szerezte? Hajós Jenőnétől. Ki az a Hajós Jenőné? Vásározó. Milyen pisztoly volt? Vízi. Vízi pisztoly, de nem tudtam vele lőni. -5 fok volt, befagyott. Ezután maga a pisztollyal a két férfit beterelte az árokba. Lehetséges, kérem. A orosz lecke teljesen elvette az eszemet. Ugyebár ön állarcot is viselt. Igen. Szabad tudnom, hogy miért? Azért nehogy megijedjenek tőlem. Tudja, hogy maga szörnyű bűnt követett el? Igen! Most mi lesz? A fiam biztos megbukik oroszból.
Magával mi lesz? Magával mi lesz, ember? Nem tudom, kérem, én mondtam is magamnak, amikor a reklámszatyorba pakoltam azt a rengeteg pénzt, ugye? A 11 milliót? Lehet, kérem, le volt takarva pléd, de... Szóval mondtam magamnak, Józsi, te ezt nagyon rosszul csináltad. Ekkora marhaság. A rendőrség szerint nem lehetett véletlen, hogy maga azonnal kiemelte pont a 11 milliós zsákot a sok zsák közül. Tetszik tudni, az egyik zsák nagyon gyanús volt. Miért? Sokkal nagyobb volt, mint a többi. A sofőr benne volt? Mennyit ígért neki? Hát a felét. 5,500 forint. 11 milliónak nem 5,500 a fele? Nem. Ez talán a fiamtól tessék megkérdezni. A családja tudta, hogy maga miben sántikál? De miért sántikálnék én? Kérem, én cipész vagyok. Azt tudja, hogy maga miatt 5000 rendőr nem aludt? Tudom. Mesélték. De akkor nagyon is ébren voltak a rendőrök. Mikor? Amikor mesélték. Azt tudja, hogy a nyomozás sokáig tévútra vezette, hogy Dunaújváros és Budapest között az út szélén több zsák pisamát és kenyeret találtak. Nekem tetszik mondani, én dobáltam el. Hogy? Úgyhogy egy csomó autót tévesen állítottam meg. Állt már maga az út mellett egész éjjel harisnyával a fején. Egymás után jön az a sok robúr, patyolat, pék, gázművek, vízművek, temetkezési művek. Kérem, én úgy megijedtem. Na jó. Ott tartunk, hogy megállította a pénzszállító autót. Most arra feleljen, hogy tudott áthatolni a pénzt védő biztonsági rendszeren. Ez még egyszer tessék megkérdezni. Hogy tudta a bonyolult zárat kinyitni? A tutólakatra tetszik gondolni. Ember, mi lesz most ezután? Ott volt a jó kis meleg cipész műhelye. Igen, kérem. Mindenki szerette az utcában. És egy ideig aztán biztos, hogy ott tartják. Mire kikerül az iparát is elveszik. Hát mi lesz magával? Nem tudom. Hol fog dolgozni? Hát hova veszik fel ilyen múlttal? Hát talán kocsi kísérőnek a postára. Beszélgetések a Parnasszusról. Hápalkovics István irodalomtörténésszel, az irodalomtudományok docensével, akinek most jelent meg Petőfi Sándor, Legenda és Valóság című kötete, Zinetárszky László hidegburkoló beszélget. Köszöntöm a hallgatókat, Hápalkovics István irodalomtörténész vagyok, az irodalomtudományok docense. Napot, főnök, napot! Jó napot kívánok önnek! Na most lehet, hogy csodálkozni fog a kérdésen, de dolgozott-e Petőfi hidegburkolóként, és ha igen, hol? A kutatások jelenlegi állása szerint nem. Hát mondjuk én sem írok verseket, főnök, csodálkoztam is volna rajta. Ez a cingár bajszos gyerek volt, nem egy burkoló típus. Meleg burkolásba sem volt benne, mi? Jól tudja, ilyen irányú tevékenységet sem fejtett ki a költ. Pedig az akkor is jó szakma volt, a költés meg ugye bizonytalan, úgy költöget, a burkolásra stabil dolog. Szépen dolgozó körbe adnak, mint a békepipát. Talán térjünk rá a könyvem. Maga dolgozott hideg burkolóként? Nem volt érkezésem. De most akkor dolgozott, vagy sem? Nem. Na látja, tud maga értelmesen is beszélni, főnök, de azért megitta a magáit, nem? Hát te milyen ember az, aki nem bízta meg a magáit, mi? Hát mi van abban a könyvben? A legújabb kutatási eredmények Petőfiről.
Petőfi kutatásaink szerint Segesvárnál nem azon a helyen halt meg... Nem azon a helyen volt, aki úgy gondolta, hogy azon a helyen halt meg? Hanem 500 méterrel távolabb attól, ahol eddig feltételezt. Na, akkor én most hova szarjak, főnök? Most akkor... Azt mondja már meg nekem nagyon őszintén, erre mennyi időt dobott rá? 15 esztendő kutatási eredményeit összegeztem. Hát én lepetézek, komolyan mondom. Hát... Tudjuk, hogy ez van, hány nézetmétert roktam le, főnök? Leburkoltam Tiszától. Maga meg 500 méterre tökölt itt nekem. Na, család, jó van egyébként? A család? Hát gondoltam, ha beszélgetni kell azt a könyv falál, akkor írjuk a családot is, de... Én meg ugye nem sokat olvasok, mert én hüvelyre. Be vagyok gyulladva, nem kívánom a tartást. Már a könyvnek ugye a tartás. Azt hittem, hogy ez egy szakmai beszélgetés lesz. Lehet szakmai is. Na, milyen szemet misonkat használ fagyáló burkolatként? Fogalmam sincs. Mi a rosszabb, de kerültetünk? Na. Legyen akkor mégis inkább a család. Na, gyerek van. Két lányom. Bemutathatná. Kor nem akadály. Mármint az égkorom, hogy én nem vagyok egy ilyen pedrofil. Nem térhetnénk vissza az eredeti témára. A helyiség kalapácsának számos új aspektus... Hát ezt tudom, a közös lónak ugye, mert ugye, ahol egy egész helységnek van egy kalapácsa, szerint már a megyének meg egy csillagfejű csavar húzza, vagy miről sem. Maga ismeri egyáltalán Petőfi? A francokat személyesen nem találkoztam vele soha, de arca nem is jöttem volna ki vele, a kekesz gyereknek látszik, én meg ugye... Ügyfélbarát vagyok. Viszont voltam már kérdező a Minden Tudás Egyeteme József Attilás részében. Na és mit kérdezett? Ez így mikor lesz szület, mert szorít a hólyagom. Tudom, könnyezik a bájrudom. Sír a gyikom, ha érti fő. Zokog az anakonda, faj a szájra éhezik a gatya betyár. Hagyjuk ezt talán. Izzad a lompos. Beszélgetések a Parnassusról. Hápalkovics István irodalomtörténésszel, az irodalomtudományok docensével Zinetárszky László hidegburkoló beszélgetett. A jövő heti adásunkban Marcel Proust Narratív struktúrák a modern regényben címmel, Sir Joseph Reginald irodalomtudóssal Pandjánszky Györgyi műkörömépítő beszélget. Magyarul. Háló, te vagy Tomikám? Na most jól figyeljé! Meggondoltam magam. Aha, 7 milkó alá ne menj. Érted? 7 mint a törpék. Nem csak rossz a vonal, a mobilom lemerült. Nyilvánosból beszélek, aluljáróban. Na szóval 7 milkó, és ne engedj. Ha rágja az asztalt, akkor se. Oké, na jó, szevasz! Ja. Na. Ja, jó fene ez már. Leszáll rólam. Jó, elnézést kérem. Azt hittem egy kupacon állok. Minden fülke tele van matraccal, meg rongyokkal. És csak ez volt kártyás telefon. Összetaposta a paplanomat. Jó, hát elnézést kérek. Nem láttam, hogy maga itt fekszik. Na. Ismerlek. Te vagy az a suliból. Tessék? Hát ismerlek. Egy osztályból. Tudunk. Igen. Tényleg, igen. Jaj, de örülök, hogy összefutott. Na, a mama neved. Otto. Al, Otto. Én meg a... Da! Itt van a nyelvemen. Feri. Az vagyok. Persze, hát a Buzás Feri. Én vagyok a Buzás Feri. Persze, de ne vicceljél már. Akkor szevasz, cimbora. Ne lelkesd már annyira. Szevasz. Ne lelkesd meg, mint megkapom tőled. Ne jár, meg... Félre értik itt. Na, hát mi újság? Erre feleljük. Semmi különös. Hát te ez, de alig ismertelek meg. Annyira megemberesedtél. Felszedtél néhány kiló, mi? Nem csak 3 kabát van rajta.
Nagyon helyes, az nagyon jó. Akinek sok kabátja van, ugye? Aki megteheti. Azért van a ruha, ugye, hogy hordjuk. Na, a szekrényben porosodjon, nem igaz? Mi? De, de. Jaj, egyébként jól áll, jól áll. Mind a három. El a pufi cseki az a rögbi van, mi? Hol vetted, mi? Persze, van időt plázákba járni, mi? Mártai segéből. Az a jó. Minek szórni a pénzt rongyokra, nem? Tényleg jól nézel ki. Komolyan. Nyugodtan letagadhatsz. 10 hónapot is. Jó, jó a színed. Szép, szép piros színed. Gondolom a friss levegő. Kevés lesz. Sokat vagy a szabadban, persze. Így könnyű. Én meg ugye 4 fal között robotolok. Ez van. Na és te végül is mivel? Jött, hogy egyáltalán csinálsz te valamit? Ezeket az újságokat. Újságbiznisz? Abban van a jövő, meg kultúra. És meg is fizetik rendesen, ugye? Ne megfizetik rendesen. Hát persze, különben miért csinálnád? És ugye kötetlen a munkaidő. Már befejeztem. Az a beszéd, apám! Dolgozzanak a hülyék! Nem igaz? Hát... Le is döltél egy kicsit, mi? Megteheted. Szabad életforma, kötöttségek nélkül. Irigyellek, és odafekszel, ahova akarsz. 8 fülke is van. Minden napra jó cső. Nem jön a gázos. Nincs villanyszámla, közös költség. Nem romlik el a fűtés. Gondtala a hétköznapok. Igen, meg mindenki nyúz. Ne tudd meg, hogy mi megy egész nap. Jaj, de jó, hogy összefutottunk. Emlékszel, ennyit már hultunk? Matekot mindig az enyémről nézted, mi? Nem, te nézted az enyémet. Most mit számítanak a nüanszok? Számítanak. Az a lényeg, hogy összetartottunk, nem volt én, meg te, csak mi. És állandóan lázadtunk. Te a hosszú hajaddal, én meg mint izé, mint a... Kis titkár. De jó, ez szép idők, emlékszel? Mikor eltángáltuk a nagyszájú keneseit? Mi? Nem bolyó volt. Engem vertettek meg ti kettek. Fontos, fontos az, hogy ki kit vert meg. Jó volt, szép volt, fiatalok voltunk, zajlott az élet ezerrel, mi? Emlékszel, mikor fogadásból 1 óra alatt becserkésztem a Brigit, mi? Akkor már feleségem volt. Mi derülnek ki, hát ez tiszta őrület. Ott hajott. Hát az asszony az olyan, az jön meg. Legjobb a függetlenség, igaz? Te nem bírtad a gyűrődést, én bírtam a Brigit. Poémek voltunk, igaz? Elvitte a gyerekeket is. Hát így van, a gyerek az olyan, az jön, megy. Csak a baj van velük. Nem vennél vissza a céghez. Tessék? Nem vennél vissza a céghez. Jó, hallom, hát azt hiszed, hogy nekem mindent szabad. Ha nekem nem olyan könnyű az életem, mint neked. Ha, ott van a felelősség. Azt hiszed, nekem jó volt, mikor kirúgtalak. Úgy gyötört a lelkismert furdás. Ha a Brigi nem vigasztalt, nem tudom, mi lett volna, komolyan mondom. Na jó, adjuk egyébként. Jó vagy? Mi? Szép ez a kabát, ezt már mondtam. Jó lenne majd egyszer valamikor. Megadod az otthoni telefonszám? Csak vicceltem. Nem érted a tréfát? Hát hol az a legendás humorérzéked, mi? A gyerekek... Ja, jó a memóriád viszont. Jó, jó vannak egyre. Sokat emlegetnek. Például tavaly is. Na, hát akkor nagyon örültem, majd átadom, jó? Hát a fel a fej, mi? Meg minden, na? Hát szávasz. Szávasz. Rendőr úr, amíg nem takarítják ezt a sok bocskos csövest, azért nem volt ez így régen. Halló, főnök!
Itt Müller. Van egy kis baj. Baj? Hát fizest ki, vagy lőd le. De már most mindennel én foglalkozzak? Az építkezéssel van baj. Hát akkor ugd ki. De vízzel van baj. Milyen baj? A tulaj azt mondta, teljes közmű van a telken. A folyóról beszélek. Ja, én is. Folyó vízről. Jön a Duna. Komolyan? Hát kínáld meg valamivel. Értse már meg, árvíz van. Hát ki nem szarja le? De itt van árvíz, ahol építkezünk. Hát me hülyék vagytok, vaze. Hát ki az a barom, aki bemegy a folyóba építkezni? Nem mi mentünk be a folyóba, hanem az jött ide. Fogja fel végre, árvíz van. Ja, na arra ízére gondolsz, ami a tévében szokott lenni. Mikor a Micsubicsi Pajero úgy néz ki, mint második Lajos a Cselepatakban. Az. Az? Az. Hú, vaze. Há, hogy lett nálunk árvíz? Úgy, hogy az ártérben vett telket. Na jó, de hát árvízet nem vettem. Az jár hozzá. A természet rendje. Majd én megmutatom annak a köcsök természetnek. Hát lőd le! Mivel? Mivel? Vízi pisztolja? Hát, akkor meg fizest ki. Jaj, értse már meg, főnök. Ha a Duna jön, akkor jön. És mikor megy el? A Duna! Azt mondták, holnap után tetőzik. Tetőzik? Jó! Hát szóval melózni jött. Tetőt csinálja? Nem. A tetőzés azt jelenti, hogy utána már kezd apadni. Na, ajánlom is neki. Jó, hát azt a pár napot kibírjuk egyszer az életbe. De ez egy-két évente megismétlődik. Ha nem, már vaze. Komolyan? Komolyan. Hát ez olyan, mint az anyám. Hogy-hogy? Úgy, hogy egy-két évente eljön és mindent felmos. Tényleg szólok az anyámnak, fokázza fel a vizet. Ha elég soká tartana. Na és vaze, mióta felnevelt semmi dolga. Főnök! Főnök, ha elment a Duna, fertőtleníteni kell. De figyelj, már tele van a tököm ezzel a Dunával. Hát nem lehet bírósági végzést kérni ellene? Ezt hogy gondolja? Hát, mint az asszony ellenem, hogy 100 méternél közelebb nem mehetek hozzá. Hát nem hiszem, hogy a Duna betartaná a tiltást. Hát mondjuk én sem tartom be, de mindegy. Te, nem lehet valahogy elvezetni a vizet? Hogyan? Bilincsben, hülye, hát mindent én tudjak, mi? Inkább homokzsákokat kell rakodni, hogy felszívja a vizet. No, hát szóljatok annak a szemüveges gyereknek, aki nagy estéiben szokta pakolni a Margit szigeten. Kire gondol? Menj már a francba, hát fejből kül nekem tudnom minden élő magyar nevét. Hát valami miniszterelnök vagy milyen, nem? A Gyurcsány! Ja, ja. Na de főnök, ő nyerte a választásokat. Na, hát akkor most biztos ráér egy kicsit, nem? Hát hívjad föl, aztán elmehetsz akár egy milláig. Nemet fog mondani. De figyelj, mondd meg neki, hogy a Placido Domingo 2 milláért énekelt a kislányom ballagásán, neki meg csak homokzsákokat kell cipelni. Sajnálom, főnök, de nem tehetünk más, mint várunk és reménykedünk. Hát akkor addig legalább derítsd ki a köcsög önkormányzatnál. Hogyan igényelhetünk segélyt, vagy? Szóval nincs kocsi. Figyelj! Te ismersz? Nekem nem tétel néhány milla, de az a Mergyó csak vitte a lét, érted? Azt el kellett passzolni. A kutok kutig jártam vele, és állandóan lerohadt, érted?
Legutóbb meg a lengéscsillapító mondta bal csütörtökön. Tere, kérdem a szakit, mennyi lesz apafaj? Azt mondja, 50 rugó a rugó. Mondom, anyád az a barkas. Mondja, ennyi mi? Hát meg is fejeltem, az biztos is, ja. Atom kemény vagy, de ha nincs verda, mivel megyünk behajtani? Trollival? Hát égnek, mint a faszén. Ne aggódjál már. Úgy rinyálsz, mint egy HIV pozitív. Szombaton van piac, majd akkor veszünk valamit, az biztos is, ja. De nem tuning ladát, rohadó küszöbbel. Kinek nézel, valami olaszt veszünk, amivel lehet tépni. Vagy jippet, ezt a Suzuki szamurájt, ezt. Kilóra. Mi, megtehetjük, az biztos is, na, ja. Na, szerencsére elmúltak már azok az idők, mikor anyád karját csavargattuk a nyugdíjáért. Az biztos is, ja. Szóval kocsi lesz. És ha marad apró, akkor megveszem a jogsit is. Az farankó lenne. Te, érettségit ne vegyünk. Hát minek tovább akarsz tanulni? Á, csak a balhéból. Magoltam én eleget az általánosba. Több is aggódjim, mint amennyi kell. Tudom, mi az a kultúra cseszednek. Te mennyit nyomsz fekve? Na mi van, torkosborc, kóstogatsz? A francokat csak mostanában nem látlak lenn a terembe. Ha mi a gáz? Na ne gizdulj már, öreg. Az erő velem van. Csak éppen... Ne, csak éppen. Csak éppen új csajom van. Ne. De bizonyán. Rájár a rúd, mi? Ja. Tudod, hogy van. Csöcsöm is van, tejem is van, miért ne szoptassak? Te tigris vagy, egy sírkán, komolyan. Na és te neked? Van tököd tokja? Hát, most szakítottam. Ja, szűz volt a gágyi, mi? Nem úgy. Dobtam. Miért? Mert meguntam, nagyon lelkis volt. Ha megjött, neki nem akarta. Meg nem is volt ütésálló. Az enyém nem kispályásább apám. Gogogör. Ráadásul főzni is tud. Tojásos lecsót meg kakaót. Kész horvát, Rozi. Érted? Hazamegyek, bedobok egy fédecit, zabálok, aztán pumpa. Királyság van, öcsém. Eldorado. Ja. Kész bulla meleg málé, mi? Ja, jó, megértsük egymást. Ja. És művelt is a muf. Olvasott már az orgazmusról is. Lehet érted, hogy nem hiszed, de már gyereket is szeretnék. Figyelj, az jó, az jó. Én is csináltam már egyet, csak nagyon sírt. Miről ugasz, barom állat? Mondom, apa akarok lenni. Minek? Minek? Mert a ló szőrös, azt mégsem gyantáztad. Miért? Mert romantikus csóka vagyok azért. Te, figyelj! Figyelj már! No. Figyelj! Tetkót mikor varrattál utoljára? Tegnap, de ma is megyek. Hát te, egyemet meg megszívott a tatus. Na. Érted? Vittem neki mintának egy spárgázó vandammot. De az a köcsög meg beszívott, elkavarta valahol, és felvarta helyett a lagzi lajcsit. Hát te, figyelj, már alig fért fel a hátamra, érted? Kicsit bedurant az agyam. Apám a prosztó. Ja, ismerem a faterodat. Ráadásul a csávó nehezen halad a kiszedése, mert a pitbull a jobb karját tépte le. Ráküdted a blökét? Na nem, majd nem. Már mi? Mit csináltál volna? Jean-Claude helyett Lajcsi, hát nem mentem volna el a gatyámba az hódzier. Na látod. De aznap legalább megspóroltam a csirkefarhátot a kutyának. Az jó, penge vagy, öcsém. Te, jut eszembe,
Nem megyünk ki a hétvégén a meccsre? Melyikre? Hát tudom én, hát valamelyikre. Lényeg a balhé. Kiosztjuk majd a lovas zsernyákokat, kiverjük belőlük a lószart is. Az biztos is, ja. Látom, már van vér a pucádba. A mutkon még nem volt elég ilyen street fighter. Csak a... Ja. Csak a szotjárust merted leköpni, amikor háttal állt. Á, hát az már történelem. Manapság már nem ejtek foglyokat. De hagyjuk a témát, mert szerény vagyok. Koncentráljuk leginkább a hétvégére. Tehát, Atopiat, Szoli meccs, Dizsi, Detox, megfelel? Hát, ezt megkészen, belecsapunk a tutkosba. Benyalunk egy-két bélyeget, mi? Ha, oh, be az biztos. Behányunk. Yes, 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 yes. Na, de most már olaj, mert mindjárt dél ideje teríteni, mert megver a muter. Egyes számú hangdokumentum, amely bizonyítja, hogy az irakiak szándékosan megtévesztették a fegyverzet ellenőröket. Nézed, Abdul, ezeket a hülye fegyverzet ellenőröket. Elmentek a sufni mellett, ha sejtenék, hogy a fűnyíró alatt tartjuk a szigorúan titkos sűrített plutóniumot. És az a jó az egészben, Saddam, hogy ezt soha senki se tudhatja meg, mert itt senki se készít hangfelvételeket. És mi az igazi Abdul és Saddam vagyunk, nem pedig két állás nélküli táncos komikus a külső Broadwayról. Kettes számú hangdokumentum, amely bizonyítja, hogy Saddam Hussein vegyi és biológiai fegyvereket rejteget. Abdul, nem emlékszel, hová dugtuk a vegyi és biológiai fegyvereket? Nagy gáz lenne, ha az ellenőrök megtalálnák. De tudom, Saddam, lent vannak a pincében, a csicsolina levelei mellett. Most, hogy mondod, Abdul, megyek is, hogy szétválogassam a lépfenét a husikától. Hármas számú hangdokumentum, amely igazolja, hogy Saddam Hussein tömegpusztító fegyvereket is rejteget. Gyere, Abdul, rejtsük el a tömegpusztító fegyvereket. Úgy legyen, Saddam Hussein elnök. Hova dugjuk, hova dugjuk? Az ön ágya alatt, Saddam Hussein elnök úr, azt hiszem, megfelelő lehet. Ha jól látom, elfér ott két Scud rakéta is. De a robbanó fejeket dugjuk máshova. Mert rosszul alszom az utóbbi időben. Tegyük a kamrába a körte befőtt mögé. Ha, ha! Ő nagyon ravasz, uram. Talán még azt is tudja, hogy hol bujkál Osama Bin Laden? Most oda megyek a vízcsaphoz, és bemondom, hogy nem tudom. Még egyszer angolul, I don't know. Egyébként a spájzban. Négyes számú hangdokumentum, amely bizonyítja, hogy Saddam Hussein rakétái nagyobb hatótávolságúak, mint állítja. Abdul, ha a fegyverzet ellenőrök elmennek, azonnal leigázzuk a világot. Természetesen, Saddam Hussein elnök úr. Csak addig meg ne sejtsék, hogy a rakétánk 500 helyett 600 kilométert tud megtenni. Majd fehér festékkel áthúzom rajta a 600-as számot, és fölé írok 500-at. Azt szeretem magunkban, hogy mi milyen agyafúrtak vagyunk.
ötös számú hangdokumentum, amely bizonyítja, hogy Irak megtámadása indokolt. Saddam Hussein elnök úr, lehet, hogy az amerikaiak megtámadnak bennünket. Igazuk van, a helyükben én is ezt tenném. Tisztelt falugyűlés! Halljuk! Halljuk! Tessék! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat Csát nagyközség újra választott képviselő testülete nevében. Ahogy itt körülnézek, sok új arcot látok, ezért meg is kérem, hogy mutatkozzunk be egymásnak. Fazekas Pál vagyok, a szlovén, horvát, szerb és kínai kisebbség nevében. 161 szavazat. Tóth Elvira, doktor, biológiás vagyok, a szlovák kisebbség nevében, 162 szavazat, és már is tiltakozást jelentek be. Hogy lehet az, hogy Fazekas képviselőtársam, én? Akinek már a dédapját is megismertem egészen közelről, most egyszer csak kiderül róla, hogy szlovén, horvát, szerb és kínai. A József Attila irodalmi szakkör által szervezett véradáson derült ki, szlovén, horvát, szerb és kínai kavarog-e szívbe, ahogy a költő mondja. Mi a vércsoportja? RH Turmix. Én egyébként az Elvirácskáról se tudtam, hogy szlovák. Eddig én sem. Aztán felvilágosítottak, hogy a nevem miatt indulhatok, és azonnal lenne is egy napirendi javaslatom. Állapítsuk meg most azonnal a fizetésünket. Úgy van az. Ez jó. Emberek, menjünk szépen sorba előbb. Kati mama. Lelkecském, én Högyös Katalin vagyok. Aki nem ismerne, a falunkba levő svájci kisebbség nevében egy szavazat. Svájci? Én az öreg süket gyuszi svájci csapkáján kívül nem tudok a faluba svájciról. Aranyom, a tehenem az svájci. Meg tudom mutatni a marha levelit. Itt van, tessék, Kantoni Milka. Na jó, hát menjünk tovább, ember, menjünk tovább. Kérem szépen, én a roma kisebbség nevében vagyok jelen, eme nemes testületben, engedtessék meg a nevem Báó Prevnicai Setét Vendel, aki nem ismerne. Hát azt kikérem maga, fölháborítom. Ugye Vendel bácsi, maga mióta roma? Hiszen a háború előtt magáé volt a fél falu, még a pap is kézcsóka köszöntötte körmenetkor. És amikor 56-ban kilőtték a konyhájának az ablakát, hetekig a kutyabőrre volt betakarva a lít. Kérem szépen, én meg tudom mutatni a családfámat. Nem tessék azt... elővenni. Én azt ismerem. Kiszáradt az már, Vendel bácsi. Az 1600-as évek elején egyik ősöm, egy bizonyos olajba főtt Dezső, akinek köszönheti a világ a Szaotínia felfedezését. Nos kérem, ez az ősöm közeli kapcsolatot tartott fenn a konyhával egy kézilánnyal, bizonyos Fújás Mávival. Ennek lett a gyereke Báó Setét Abigail, úgyhogy joggal fogadta el a jelölőbizottság, hogy a roma kisebbség nevében induljak. És mit szóltak hozzá szavazáskor a romák? Örültek nekem, egészen a kapumig kísértek, potokkal meg kapákkal. Tisztelt falugyűlés, miután itt engem választottak meg újra polgármesternek, most eltekintenénk attól a régi hagyománytól, hogy bizottságot állítsunk fel annak megállapítására, hogy mennyit lopott el az előző önkormányzat.
Tiltakozom, én igenis tudni akarom, hogy maga miből építette az alumínium nyúlketrecét. Igen, szerintem is szükség van a tisztánlátásra. Javaslom, hogy a Wecker Laci vezetésével állítsunk fel... Jaj... Egy vizsgálóbizottságot. Miért pont a Wecker Laci? Nehéz kimondani. Mert ő szokott hallgatózni a gyontató széknél. Javaslom, legyen a vizsgálat neve Üvegfül Program. Kérem szépen, most derült ki a tehenemről, hogy nem felel meg a NATO szabványnak. Ugyan miért nem? Mert nem megoldott a levegőben való utántöltése. Jaj! Kató néni, mikor volt a maga tehene a levegőben? Legutóbb májusban, amikor fölfúvódott a lucernásban. Hmm. És akkor mennyit keresett rajta? Ráírta az oldalára azt, hogy kaszkó. Első lett vele a nyíregyházi höllégbalon verseny. Kérem, tessék jegyzőkönyvbe venni, hogy a szlovén és a többi kisebbség nevébe tiltakozok a polgármester eljárásra ellen. Ne, hát miféle eljárás? Az, hogy magát 611 szavazattal választották meg, és hogy pontosan 611 új állást csinált az önkormányzatnál. Maga úgy hallálja meg a szavazatokat, hogy jó fizető állásokat kreál nekik. Követelem, hogy válaszoljon. Ne erről beszéljünk, emberek, hanem inkább a fizetésünk. Az ott is már. De én nem kaptam választ az előző kérdésemre. Maga fazekas például 195 ezret kap plusz gépkocsi használat. A választ elfogadom. Haladjunk tovább. Na jó, de beszéljünk végre az én pénzemről. Én például mennyit kapok? Elvirácska, maga tavaly felgyújtotta a nyári konyháját, úgyhogy jövőre maga fogja csinálni az augusztus 20-ai tűzi játékon. Nem kellene arra közbeszerzést kiírni. Ugyan minek, írhatunk, de csak olyat, mint a katonini tepsije. Milyen az én tepsim? Le van vajazva, édes. Jól van, emberek, az új önkormányzati alakuló ülésen megállapítottuk a fizetéseket. Mit vegyünk még a jegyzőkönyvbe? Vegyük be például azt, hogy a Roma kisebbség követeli, hogy a volt tulajdonos kapja vissza a sötét kúbúját, ahol jelenleg a kultúrház működik. Kéne mi? Ilyesmi, ezért nem adom az aláírásomat. Inkább azt vegyük be, hogy a biológia tanítás fontosságát átérezve a helyi szlovák kisebbség azt kívánja, hogy a biológia tanárnő 150% közalkalmazotti fizetésemelésben részesüljön. De hát látszó! Én a szlovén, kínai és a többi kisebbség nevébe ezt az indítványt egyenesen kiröhögöm. Ha-ha-ha-ha-ha! Mi szlovén és a többi azt kívánjuk, hogy a Köves út menjen tovább a Rákóczi utca 15-ig. Még mi kéne, mert maga ott lakik, akkor menjen tovább a 23-ig, és álljon meg ott a távolsági busz, meg a legelőn is. Ezt követeljük a faluba, mi svájciak. Milyen svájciak? Csendet kérek! A fizetésünkön kívül még valamit be kell vennünk a jegyzőkönyvbe. Mi az, amiben egyetértünk? Hát az, hogy megállapítjuk, hogy a jelölt állítás szabályai szerint Csát nagyközség képviselőtestületében a többség kisebbségi. Ez a... Sebet gúnyol. Kit seb nem ért soha. Álljunk meg, ez így unalmas, elalszom. Légy szíves, sokkal szenvedélyesebben, plastikusabban, hogy lássam azt a sebet. Elnézést a késésért. Ja, hol voltál? Volt egy haknim. Na jó, folytassuk. Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha. De csit, bizony, álljunk meg, gyerekek. Mi újság, direktor úr? Vendégünk lesz. Még két ingyen, egy ilyen gazdasági slamasztikában? Ellenkezőleg pénz áll a házhoz. Hát az más, akkor jöhet, kiről van szó? Egy reklámcég főnökéről, aki szponzorokat biztosít nekünk. Új, de jó, akkor nekem is ki tudná fizetni a színház a múlt havi elmaradt pénzeimet is. Kolléga úr, itt most a színház jövőjéről van szó. És az én jövőm, a magyar színház művészet jövője, azzal mi lesz?
Gyerekek, meddig álljak itt fent? Nekem tériszonyom van. Jó napot, uraim! Igazgató úr! Megjött a reklám, főnök úr. Tessék, tessék, helyet foglaljam. Nekem el kell mennem, mert defekt van a kocsimban, meg a önkormányzatot szaladok pótitelér, úgyhogy csak csinálj, tessék. Na jó, tessék, kezdjük. Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha. De csit! Meg se szólaltam. Bocsánat, ez a szöveg. Ja. De csit! Mi fény tör át az ablakon? Tungsram Krypton! Tessék? Ide tegyünk be egy Tungsram reklámot, és majd kivilágítjuk az erkélyt Tungsram villanykörtékkel. De ebbe beleőrül a díszlettervező. Hát ahogy nézem ezt a díszletet, ez már bele is őrül. Na jó, folytassunk. Napkelte az. És napja Júlia. Mi az, hogy Júlia? Legyen inkább Eszti. És majd szerzünk pénzt az Eszti Laudertől. Kej, tündöklő nap. Öld meg már a holdat. Állj, ide tegyünk be egy herbária reklámot. Bocsánat, ez egy metafora. Mi úgy mondjuk szlogen. És ha nem akarják, hogy Eszti legyen, akkor mondja így a szöveget, Rómeókám. Napkelte az és napja Júlia, a szépség kenőcse a Hélia. De kérem, ez klasszikus szöveg, ezt nem lehet csak úgy átírni. Kell a dohány, vagy nem kell a dohány? Kell, főnök, kell. Na jó, menjünk tovább. Mit ér sápadt zöld veszta szűz ruhája? Sápadt és zöld? Meg szűz is? Miféle marhaság ez? De ugorjunk. Mi az, hogy ugorjuk? Ez nem atlétikai verseny, ez színház. Meddig álljak még itt ezen az erkélyen? Nekem a szinkronba kellene mennem. Na jó, folytassuk. Beszél. De nem hallom szavát. Há, persze, hogy nem hallja, ha nincs parabola antennája. Itt nyomjunk be Júliának. Mit nyomjunk be? Nyomjuk be az Orion Kft. Parabola antennájának reklámját. Ni, hogy borul le arccal két kezére. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén. Pécsi kesztyű, pécsi kesztyű. Bravo! Maga nagyon tanulékony. Honnan tudta? Megéreztem. Nekem itt a következő részben van egy ötletem, amit már megbeszéltem a hangosítókkal. Folytassa csak. Száj, fényes angyal, úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett. Akár az Isten szárnyas hírnöke. Zene! Malév reklámzene. Nyomám! Mikor döbbenten nézik a halandó? Nézzem már döbbenten, mert átszáll a feje felett egy malév gép. Fehérlő szemmel égre kancsalítva. Kancsalítja már. Míg ő trónol a lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva elvitorlálsz. Ne így legyen a szöveg, hanem mondjuk azt, hogy míg ő trónolva lomha fellegen, Párizsban, Londonban, hip-hop otteren. Nem engedem a plakátra nevemet kiírni. El van intéze, marad a Shakespeare, folytassák. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Tagad meg atyád, és dobd el neved. Ne így, hanem mondja azt, hogy tagad meg atyád, és dobd le a gatyád. És akkor Júlia ledob Rómeónak egy Lévi Strauss farmer. Ide majd benyomjuk a 77 Kft. Svéd építőkockájának reklámját, ami így hangzik: ez a kocka kicsi ház volt, vagy esetleg amulett, ám de egy-két mozdulattal ajtó-ablak kapu lett. Na, ezt én nem bírom tovább. Rómeó, add ide a tőröd, megölöm! Nesze! Mi volt az? Wilkinson. Jó napot, Géza bácsi! Látom, csodálkozik, hogy honnan tudom a nevét. Hát itt van a lábánál. Ja, most látom, hogy nincs is lába. Jaj, jegyem meg, de a másik megvan. Jut is, marad is, nem igaz? Na kérem, hát térjünk a tárgyra. Ja, hogy ki vagyok? Hát ez egy kicsit bonyolult. Talán az lenne a leghelyesebb kifejezés, hogy olyan külső munkatárs vagyok, olyan bedolgozó. Pip, 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 pip,
Nem kérem, sajnos addig nem mehetek, amíg ezt a szép kérdőívet ki nem tölt. Szóval, szereti ön a természetet? Szereti. Akkor nem vágyik egy kis zöldre? Mit szólna például farkasréthez? Gyönyörű fák, jó levegő, 20 percenként jár a villamot, gyönyörű virágok. Tudja mit? Ne szóljon semmit, látom a szemin. Már azon, amelyik még megvan. Farkasrét. Na, ha már a fáknál tartunk, melyiket szereti jobban? A diót vagy a tölgye? Diót. Politúrozva vagy nyersen? Meleg enyvezés, piros szegély. Nagyon meg lesz vele elégedve. Na, a következő kérdés. Mit szólna szép nagy aranybetűkhöz? Képzelje, 14 pontos píka. Gyönyörű. Vagy a Times románnal ráírva, Nagy Géza. De szerencsés ember maga. Nagy Géza. Hát képzelje, ha Rockenbauernek hívnák. Az aranyból pont a duplája lenne. Na most, szereti a zenét? Mit szólna Verdi requiemjéhez? Vagy inkább Mozart? Persze van, aki a felvörösöket kéri, bár azok már mennek kifele a divatból. Képzelje, a múltkor volt egy kuncsaft, aki a Kozsot kérte. Jaj. Akasztott ember volt, mindig belógott neki a kötél a szem elé. Na, de ez csak tréfa volt, tréfa kedvér, mondtam. Lássa, hogy ennek a munkának is vannak szép oldalai. Na, jaj, ha megtenni, hogy ezt a centimétert egy pillanatra a szájába veszi, az annyi, mint az olyan 136 centiméter. Mondtam, hogy maga szerencsés ember, a szerencse fia, a lába miatt csak 136 centi. Tudja, mennyi spórod? 4000-et. Abba pont kijön a múrva. Mi múrva, anyám? Hogy minek? Hát körbeszórni. Persze, hogy magát. Az azért jó, mert csikorok, ha rálépnek, és hallja, ha jön valaki. Különben is múrva szezon van, hát nem tudta? Jaj, bocsánat, meg csörrent itt a zsebemben a mobilom, bocsánat. A műtős haverom, tudja? Őtőle kapom a füleseket. Mi van, Ede? Mi az, hogy nem mentem? Már itt is vagyok, fel is vettem az adatokat. Micsoda? Te nekem második emeletet mondtál. Micsoda? Te állat! Mi? Jaj, nem maga a Nagy Géza, hanem a Rockenbauer Dezső. Igen. Kivették a manduláját, és 5 órát nem szabad beszélnie? Igen. Ó, hogy az az édes jókul. Na ide figyelj, azért adok magának egy névjegyet. Hát, ha kimegy innen, és elüti egy busz. Nehezen? Miért? Mert én vagyok a buszvezető! Ajjaj, akkor maga elüthet engem. Na, egyefene, kitöltök én is egy lapot. Tisztelt kollégák! A kabinet iroda mellett működő kommunikációs tanácsadó testület ülését megnyitom. Mindenki itt van? Én itt vagyok, csak sajnos a számlakönyvemet elfelejtettem elhozni. Nem probléma, Bélám, majd utólag elszámolom. Tudod, hogy nem szeretem az ilyesmit. Nem szeretek hitelbe tanácsokat adni. Nekem nincsen ilyen problémám, mert én önfoglalkoztató vagyok. Az mit jelent, Verácska? Az, hogy önfoglalkoztat engem. Én meg csak úgy adom a jó tanácsokat. Kollégák, valahogy kommunikálni kellene a kormány 1 éves munkájának eredményeit. Még szerencse, hogy otthon hagytam a számlakönyvemet. Itt van például ez a kórház privatizáció. Ez kommunikációs szempontból elég problémás ügy. Ne
egyetlene problémás. Azt a két cserfes csajt, a Csákot meg a Cserágnest egymásra kellene engedni, és csész. Illetve kész. Egyébként jól állunk, mert a miniszterelnök úr a népszerűségi listán már az ellenzék kommunikáció sztárját, Áder Jánost is megelőzte. Ez zömében a csapatunknak az évben. No, azért az Áder úr is segített. Jó, jó, de azt például mivel magyarázzuk, hogy az Irakba küldendő szállító egység 6 milliárdba kerül? Ha mondjuk azt, hogy taxisokat küldünk, azok meg mindig túlszámláznak. Apropó főnök, igen? Ezek a magyar katonák mit fognak oda kinenni a sivatagban? Mit tudom én, majd magukkal visznek egy csomó vagdaltús konzervet. Vagdaltús, és meg lesz ez a kétharmados többség? Inkább azt kommunikáljuk, milyen megtisztelő volt, hogy a leningrádi találkozó... Pétervári. Szent Pétervári. Szóval milyen megtisztelő volt, hogy a Szent Pétervári találkozón az EU tagjelöltek közül hazánk szólalhatott fel először. És azt elmondjuk-e, hogy ez azért volt, mert az orosz ABC szerint a Vengria az első? Apropó, a miniszterelnök miért franciául szólalt fel, miért nem magyarul? Azért, mert a magyart esetleg csak a szlovákok értették volna. A franciát meg talán értették a belgák is. Megint a belgák jártak jól. Jaj, kollégák! Paks ügyében kellene a legkörültekintőbben eljárni. Hát, talán fel kellene gyorsítani az óvoda bezárásokat. Aztán itt van ez a lakáshitel kérdés. Én még időben felvettem. A taggyűlésen előre szóltak. Jó magának. Én sajnos nem vagyok pártag. De lehet, hogy végül feladom a függetlenségemet. Kollégák, és akkor most itt van a legnagyobb kommunikációs probléma. A kismocsok. Melyikre gondolsz, Jenőké? Jaj, Béla, maga nem hallott arról, hogy kismocsok kitől akar gyereket? Kitől? Te Béla, te tényleg nem olvasol újságot? Nem, kérlek, én csak írom. De akkor mindig van nálam számlakönyv. Verácska, mondja meg neki. A kismocsok az egy nő, és a miniszterelnök úrtól akar gyereket. És ez most jutott eszébe? Ha hol volt ez a csaj az előző ciklusban? Ne aggódjál, Bélám, a kormány szóvivő úr jól megadta neki. Azt mondta, hogy a miniszterelnök úr köszöni a megtisztelő felkérést, de ő már két gyermek édesapja. Ezt mondta? Ezt, és még azt is, hogy a miniszterelnök nem szeretne precedenst teremteni. Nem kéne ennek a kormány szóvivőnek egy helyettes? Kollégák, ezt az ügyet nagyon óvatosan kell kezelnünk, mert a kismocsok kisasszony, hogy úgy mondjam, egy kisebbséghez tartozik. Még ez is? Japán! Verácska, mondja meg neki! Jó, megmondom. Nem japán. Akkor rákérdezhetek? Ne kérdezzél rá! Nekünk kommunikációlag ugyanúgy kell kezelnünk ezt az ügyet, mint ha ez egy sima állampolgári kérés lenne. Hát nézzük meg, hogy a választási ígéretek között volt-e valami ilyesmi. Értse meg, Béla, a kismocsok azt kérte, hogy csak biológiailag legyen a miniszterelnök a gyermekapja. Ki ennek a kismocsoknak a PR menedzsere? Nincs neki. Ja, hát úgy könnyű, ugye? Egy élettársa van, úgy hívják, hogy Rita. Rita? Az nem nő? Már nem. Évek óta 153 centi magas. De hogy kéne ezt az egész ügyet kommunikálnom? Ne kapkodjunk, ne kapkodjunk. Először azt döntsük el, hogy fogják hívni a gyereket. A név az nagyon fontos kommunikáció szempontból. Nekem van egy pár jó nevem, csak sajnos a számlatömböm hátuljára van felírva. Az meg most nincs nálam. Én úgy érzem, hogy ezzel az ajánlattal az egész kormány kihívást kapott. Azt hiszem, Verácska, téved. Az ajánlatot kifejezetten a miniszterelnök kapta. Na igen, de köztudott, hogy a kormányon belül munkamegosztás van. Uraim, ki most a sportminiszter?
Kezét csókolom, asszonyom. Nem tudom, jó helyen járok-e. Uram, ön nagyon jó helyen jár. Remélem, könnyen ide talált. Tudom, hogy a menőcégek mostanában mind a plázákba, a centerekbe, meg a bevásárlóközpontokba költöztek, de mi maradtunk itt, a régi kisboltunkban. Tudja, a vevőnk már úgy megszokták. Az újságban olvastam a hirdetést. Ez remek! Akkor nyilván azt is tudja, hogy aki felmutatja az újságban kivágott hirdetésünket, az nálunk rögtön kap 10% árkedvezményt. Igen, olvastam. Ezért rögtön 11 példányt vettem az újságból. Hol kaphatom meg a nekem járó 10%-ot? Hát imádjuk a vicces vevőket. Miben állhatunk a rendelkezésére? Hát, engem sok minden érdekelne. Értem, szóval komplett. A macát ajánlom. Melyik a maca, kisasszony? Az, aki ott áll a zongora mellett. Amelyiken az a piros ruha van? Nem, amelyiken nincs ruha. Ezek szerint a maca kisasszonynak nincs takargatni valója. Hát takargatni valója éppen akad, de arra való a zongora. Az orgonánk még nem készült el. Tessék mondani, ennek a maca kisasszonynak rendben van a múltja. Az uraságot talán történelem tanár? Én kérem, bérszámfejtő vagyok, de nem közömbös, ugyebár, hogy a leendő partneremnek milyen a múltja. Nézze, a maca múltjával nincs semmi probléma, csak egy kicsit hosszú. De ha az uraságot fiatalabbat akar, akkor ott van a Malvin. Ráadásul művelt, rengeteg iskolája van. Ó, melyik iskolába járt a leghosszabb ideig? A 6. osztályban. Ez a Malvinka egy kicsit sovankának tűnik. Értem. Szóval uraságod a Rubenszi alkatokat kedveli. Mit szólna a mi Vénuszunkhoz? Ő az, ott annál a háromajtos kombinált szekrénynél. Ez nem kombinált szekrény, ő maga a Vénusz. De már megbocsásson, de milyen Vénusz az ilyen? Milyen Willendorfi. Nem kívánja közelebbről is körbejárni? Nem árt egy kis séta az egész napi rohanás után? Nem, köszönöm. És az ott, az a kis bájos arcú? A zongoristánk, a Lipacsek bácsi. Ha uraságodat az ilyesmik érdeklik, hát azon is tudunk segíteni. Jó, nem, félreérted. Hát pedig ide az ügyfelek nem félreérteni járnak. Értem. És csak közülük lehet választani? Jaj, dehogy. Nem csak közülük lehet választani, hanem közülük kell. Ja, tudom. Hát 4 éve már jártam itt. Aha. És akkor kit választott? Na, ezt hagyjuk. Mert azóta rengeteget fejlődtünk ám. Ó, látom, kicserélték a diványokat. Meg leszereltük a bejárat fölül a vörös lámpát is. Aha. Állítólag önkényuralmi jelkép. Jaj, még mindig itt van az a rettenetes Bella. Hát hogy jöhetett ez be ide? Hogy, elérte a küszöböt. De hiszen elriasztja a kuncsaptokat. Van rá kereslet. Higgy el. Én tényleg nem akarom sürgetni, de sikerült már választania? Miért pont most sikerülne, asszonyom? Vagy szólíthatom madámnak? A hivatalos címem elnök vezérigazgató. Gratulálok, és kitől kapta ezt a megtisztelő rangot? A tulajdonos bankunktól. Micsoda? Ennek a háznak egy banka tulajdonosa? Miért jobb lenne, ha egy borász lenne a tulaj? A bank engedélyt kapott, hogy üzletrészt vásároljon a műintézetünkből. És mi lesz, hogyha tönkre mennek, és lesz egy csomó adósságuk? Akkor jön a Lipacsek bácsi, és egy nap alatt megveszi az egész céget. Na nézze, uram, nem akarom sürgetni, de választott már végre? Igen. Vegye tudomásul, hogy döntöttem. Hazamegyek a feleségemhez.
Hát, jó napot kívánok, kedves nézők! Na, Timból jelentkezem, amit látják itt a füvön rendeztük be a stúdiót. Írja valá, hány ország és a csatlakozás nagyon hideg van. Azért beszélek ilyen lassan, mert a szél elfújta a súgógépet, nélkül meg soha semmi nem jut az eszembe. Itt velem szemben az aprokoli ide, az akroposz, ne csodálkozzanak, ha vacogok, ráadásul itt görögül van minden kírva. Az akro után pi betű jön, 3,14 század. Látom, hogy kollégám már a ceremónia helyszínén van. Hát, mi történik ott? Itt történelmi a pillanat, most érkeztem meg Athénbe, miután Ferihegyen igen helyesen fél óráig nem bírt felszállni a küldöttség miattam, mert otthon hagytam az útlevelemet. Itt viszont, mi tagadás ez jól esett, 25 ország, kormány és államfői vártak rám. Mind az én tiszteletemre érkezett, el vannak ájulva az új, mondjuk így nyugodtan extravagáns öltönyömtől, különben az Olympos tetején lakom. Mikor kezdődik az aláírás? Milyen aláírás? Ja, hogy aláírás! Kijöttem Athénba, ezt az államfők megtudhatták valahon, de éppen mind itt van. Plusz a sajtó, és kilobogoztak mindent, és 10 000 rendőr vigyáz rám. De én már aláírtam a Magyar Televíziónak. 10 milkáért per szólásszabadság. Na, hát akkor... Hát akkor mit is mondjak? Az EU eddigi történetéről tudni kell, hogy én is sztár vagyok. Giga sztár, viszont tényleg kurva hideg van. Nagyon, nagyon fázom, de Isten bizony nem ittam semmit, sajnos. Egyébként nem tudom, hogy tudják-e a kedves nézők, de már a régi görögök is itt Athénban laktak, különösen az athéniak. Halló, új híreim vannak. Nekem, de csak is nekem a világon egyedül sikerült exkluzíve Horn Gyulával elmenni egy múzeumba. Horn Gyula látott egy kutyát a múzeumban. Azt mondta, már akkor is ugyanúgy ült ott a kutya, amikor még miniszterelnök volt. Jó, de mi a véleménye azért ő 4 éven át? Hogy nem igazi a kutya, hanem kőből van. Van neki tolla? Neki nincs. Egész Athénban senkinek sincs tolla, csak Meggyesi Péternek van. Igen, most ezzel van teli a világ sajtó, hogy abból az egy tollból egyet a Nemzeti Múzeumnak ajándékoz, egyet a Roma Rádiónak, egyet elárverez, egyet pedig Orbán Viktornak ad át. Előre megmondom, Orbán Viktor nem fogja átvenni a tollat. Számításaim szerint 4-szer nem fogja átvenni. Találkoztál a volt miniszterelnökkel? Igen, a háta mögött. A volt miniszterelnök este egyébként Zeusszal tárgyal, aki tudva levőleg független. De most föl akarja ajánlani a függetlenségét és az egész Olimposzt Orbánnak. De a volt miniszterelnök még hezitál, mert túl alacsonynak tartja az Olimposzt. És a mi delegációnkról mi a hír? Meggyesi Péter most tart fogadást a magyar küldöttségnek. Mit mondott pohár köszöntőjében a magyar miniszterelnök? Egyelőre még semmi. Sír. És hogy én is itt vagyok, a vállamra borult. Nagyon meg van hatodó, hogy velem lehet. Hogy mennyire szépen sírt, ajra majd vasárnap este külön visszatérek a szólásszabadságomban. Az eredeti program szerint aláírás után a miniszterelnök beszédet mondott a többi kormány főhöz hasonlóan. Van-e ennek valami visszhangja? Még nem volt idő visszhangra. Meggyesi Péter ugyanis a saját anyanyelvén beszélt, és most 2 magyar tolmácscsoport dolgozik a magyarra fordításon. De annyi már kiszivárgott a nyersfordításból, hogy az elejét ővel kezdi, és váratlan fordulattal egyeztetve lesz benne néhány igeidő. Hát ez tényleg egy történelmi pillanat. Kedves nézők, önök részesei lehettek. Bocsánat, de itt jön mellettem Kofi Annan ENSZ főtitkár.
Hello, Ani, mi zújts a világban? Nagy hóhányú ez a kofi. Tetszik neked az Akropolis? Megvegyem neked? Árpi bácsinak is megígértem, szólásszabadság van, vagy mi a fesz? Figyelj! Figyúsz! Mit nézel a tévébe? Nézem a teszt. Ez az ország tesztje? Ja, a fókuszos csaja. Tudod, aki halottakat lát állandóan, mint a Bruce Willis a hatodik érzékben. Ez műveltségi vetélkedő, vaze. Érdekel? A nagy szart. Csak meg lett mondva nekünk, hogy töltsük a teszet, meg kell a nézettség. Én csak AIDS teszem voltam eddig. És? Annyira névtelen volt, hogy nem találták a lelete. Ez a micsoda nehéz? Hát a kérdések nem, csak a válaszok. Nézed ma! Azt mondja, ki volt Van Gogh? Szerinted? A, B vagy C? Te most viccelsz? Van Basten öccse az Ajaxban volt középpálya. Baker, hogy ezt nem tudtam. Pedig elő vagyok fizetve a Sportegyre. Azért te tudsz. Figyelj csak. Itt a válaszok az, hogy festő, gyógyszerész vagy matematikus. Hagyjam a vaza, ez egy másik Van Gogh. Ja? Figyelj már, most figyelj. Mi nehezebb, egy kiló toll vagy egy kiló vas, vagy ugyanolyan? Hát ez könnyű. Vágod? Na melyik? Hát én csak arra gondoltam, hogy egy kiló vas könnyű, mert én 140-et nyomok kifekve. Hát ezt szerintem beugratos, mert a vas, az te csak kicsivel, mert mégis kiló, ugye mind a kettő. Tudsz követni, hogy... Gondolj hát bele, nem mindegy, hogy 140 kiló tollat, vagy 140 kiló vasat nyomolsz fekve. És a vizes a toll? Hát, add meg lenne mondva, hogy vizes toll, mert különben óvás van. Ja, óvás van. Vili, meg attól is függ, hogy milyen vas, érted? Szögvas, betonvas, vagy kiöntött vas? Hát attól is függ meg, hogy a toll milyen, hogy libattól, vagy kacsattól, vagy ajattól, de... Júj de genya kérdés, júj de genya! Na, figyelj, már nyomják a következőt. Mi alapján készült a Passió című film? Figyelj már, az nem úgy van odaírva, Passió. Egy frászt. Passió, mert angol. Ja. Hát gondolkozz, mint a Britney Spears. A hülye kérdés mi alapján? A törékönyv alapján. Hát abban voltak ilyen ruhás emberek. Figyelj, itt a következő. Hallod, azt kérdezi a csávó, hogy hány szimfóniája volt a Beethovennek? 3, 5, 7 vagy 9? Hány csomag? Nem az a kérdés, hogy hány csomag? Nem! Csomag nincs. Simán szimfónia. De hogy egyszerre, vagy külön-külön? Hát azt nem írják, csak hogy hány. És mi az a szimfónia? Az olyan, mint a Maserati, csak ritkán. Hát nem hiszem, hogy kocsiról neveznének el cigit. Szerintem valami betegsége lehetett a csávon. Betegségről sem neveznek el cigit. Akkor város lehet csak, mint például azt mondom, unikum. Aha. Az ott van Békásmegyeren. Az lehet csak Franco, de hány városa volt akkor a Beethovennek? De ki az a Beethoven egyáltalán? Tököm ki van ezzel az egészen, mi közöm hozzá? Hát miért nem azt kérdezik, mekkora a Pamela Anderson melbősége? Miért azt a tudod? Nem, de érdekelne a válasz. Tudod, mi a jó?
Az, hogy mi népszerűek vagyunk, és nem kell annyira műveltnek lenni. Ja, legfeljebb kiszavaznak a vérbe. De akkor is tudni fogják, hogy én vagyok a sutyi a vallóvilágból, aztat viszont senki sem tudja, ki a halál az a Beethoven. Beethoven, ha várjál már! Ha megvan! Az a kutya abból a filmből, bakker! A Beethoven a Bernáthegyi! Akurnyák anyját! Hát én meg benyomtam a hármat, hogy város. Na! Mekkora barom vagyok, hát hogy lehetne egy kutyának három városa? Na, egy hibánk tuti lesz. Vaze! Leszarom érte, csak a Stolbuci a szerkesztő ne kiabáljon velem. Nem bírnám ki szihésen. Tőlünk nyugatabbra már a középkategóriás autókban is szinte gyári tartozék a műholdas navigációs rendszer. Magyarországon azonban még nincsenek meg a feltételei, hogy ezeket a berendezéseket rendeltetésszerűen használjuk. Örömmel számolhatunk be róla, hogy a japán Totoya cég jóvoltából elkészült az első magyar műholdas autós navigációs szerkezet, amelyet ki is próbálhattunk. Ezek után tehettük fel a kérdéseinket Okimuki Kicsipasi úrnak, a projekt vezetőjének. Önök 5 évet dolgoztak ennek a műszernek a megalkotásán. Miért totojáztak annyit? Nehéz volt elkészíteni ennek a kis országnak a térképét? Magyar térkép lenni könnyű. Föntről a műholdról még a kátyuk is látszanak a úton. Különösen a budapestiek. A magyar út föntről olyan, mint egy műholdbéli táj, tele kráterekkel. Szóval a pontos térkép hamar meg lenni, ahogy maguk mondják, sics-súgy. Nem az ország, hanem a magyar autós feltérképezése tartani igazán sokáig. 5 évig tanulmányoztuk a magyar közlekedést, most már kezdjük érteni lényegét. Biztosak önök ebben? A nyugati navigációs berendezések például nyugodt, kimért, kellemes, női géphangon figyelmeztetik a vezetőt a soron következő vezetési műveletekre. Az önök berendezésének hangja elég durván fürmed a vezetőre, amikor közli, hogy merre kell fordulni. Nem találtak kellemesebb hangot? Több ezer közlekedő autós hang mintáját elemeztük. Ebből jönni ki ez a magyar átlag autós hang. A magyar autós arra hallgat, aki förmedik. Ezért lenni magyar közlekedés förmedvény. De az önök berendezésének emblémája, ami a műszer képernyőjén is szerepel, egy ökölbeszorított kéz fölfelé álló középső ujjal. Tudják önök, hogy ez mit jelent? Tudjuk, hát. Egy nagyon kedves régi magyar autós üdvözlés. Ezért is választani ki emblémának. De ez egy trágár kifejezést takar. Nem létezni. A legtöbb magyar autós így köszönteni nekünk, és hozzá még kedvesen mosolyogni is. Az is meglepett bennünket egy kisé, amikor a szerkezetük géphangja így szólt hozzánk. Mondtam már, hogy balra fordulj a sarkon, te köcsög! Miért meglepődni? Tudja, mit jelent, hogy köcsög? Magyar nyelven ez a szó nem csak az agyagból égetett edényt jelöli. Hát persze, hogy tudni, mit jelent. Autós, nem? Azt tapasztalni, hogy így hívni egymást magyar autósok, köcsög, köcsög. És ön szerint rendjén való kifejezés egy műholdas navigációs berendezéstől, hogy ne bámészkodj, indulj már el, barom állat? Ebből is látni, mennyire gazdag lenni magyar nyelv. Mennyi sok-sok szép szó van az autósra. Köcsög, barom állat, bunko. Meg aztán lenni még egy szó, ami leggyakrabban előfordul, a nyád. Ezért is hívni projektünket magyarul nyád programnak. És a folytatás? Az autósok után tovább lépni fogunk. Jövőre anyád program, a magyar
politika feltérképezésével folytatódik. Jó napot kívánok, az alkoholszonda Küklopsz közvéleménykutatótól jöttem. Micsoda? Micsoda? Hát mindjárt magára ereztem a kutyámat, annyi már itt a közvéleménykutató. Szerencséje van, hogy a múlt héten az éjségtől kimúlt az a dög. Én csak azt szeretném tudni, mit szól az áremelkedésekhez. Ó, a miféle áremelkedéshez? Hát én most is 50 forintért iszom a kis fröccsöt, mint az előbb. A borára nem ment fő, csak a söré meg a pálinkái. Hát azt meg főzök magamnak a kuktába. Hullott gyümölcsökből. De a távfűtés cefetül felment. Ho-ho, hát tudja, hol van nekem távfűtésem? A távcsővel nézem a lakótelepet. Hát akkor mivel fűt? Gázzal vagy villannyal? Mert azok is jócskán megemelkedtek. Ha, nekem ugyan nem. Se gázom, se villanyom. Hát akkor mivel fűt? Ha például nyáron semmivel. Na télen, télen pedig száraz tehénlepénnyel és juganéval. Annak akkora a hőértéke, mint a paksi fűtőelemé. Nincs is villanya? Volt. De kikapcsolták. Azóta kimegyek a fenyvesbe, belevágok a fenyőfába, egy konzervdobozba csurgatom a gyantát, teszek bele ócska a cipőfűzőt kalócnak. És ezzel maga megvan elégedve? Ha meg, ha tőlem emelhettek bármit, az engem nem érint. Még mikrósütőm is van. Hogy működik az villany nélkül? Ha, rákötöttem a kerékpárom dinamójára. Minden este tekerek fél órát, és meleget eszem. Kenyérre azért telik? Ha telik, hát, learatom a búzát, kézidarálom, megőrlöm, aztán sütök belőle kenyeret. Tehát van búzaföldje? A szomszédnak. Van nekem annyi elég, lekaszálok belőle fél holdnyit, aztán passz. És hol süti meg a kenyeret? Ha parázson. A szomszédos erdőgazdaságból, hát ugye, lopom a fát. Milyen kenyér lesz abból? Hát olyan lesz, mint a macesz. A vallási okokból lesz? Nem, szegénységi okokból. Hát tudja, mennyi a nyugdíjam? Magas? Hát magasnak magas, mert a szekrény tetején tartok. Amúgy 34.400 forint. Szép summa, nem? Hát ha mindent saját kezüleg készít, akkor mire költi? Hát semmire. Havi 30.000-et félreteszek, mert el akarok utazni a Kanári-szigetekre. Már összegyűlt 3 millió. És a maradék 4.400 forintot mire költi? Ha mondtam ma, kis fröcsre. Ha éppen kijön belőle, meg még egy kis petróleum. Á, azzal világít sötét estéken. Ja, világít nekem a hold. Különben is. Én a tyúkokkal fekszem is kelek. A petrót a vakondok járataiba öntöm. Állítólag attól elmenekülnek. De az én vakondjaim még a petróleumot is megisszák, mint én a kis fröccsöt. Olvasni szokott esténként? Hát a kocsmában, a bulvárlapokat. Mindig tudom, ki, kivel és mikor. Csak azt nem tudom soha, hogy ki, kicsoda. Már, hogy kikről van szó. Hát olyanokat írnak, hogy a Bocskor Gábor miatt válik a Gezemice Évike. Hát ki a rosszabbek ezek? Nem is volt tévéje? Volt, de eladtam 10 kis fröccsé. Már nagyon szemcsés volt a kép. A kékes tévémet 40 éve vettem. Akkor kaptam utoljára jutalmat április 4-én. A következő évben már csak egy borítékot kaptam. Volt benne egy papír, az volt ráírva, nem nyert. Alapjába véve maga egy elégedett ember. A megszorítások nem is érint. Ó, ha hogy ne érintenének? Hát azóta magam sodrom a cigarettát kukoricalevélből. Ha jó, büdös, de legalább kevesebbet szívok. De azért meg van elégedve? Hát alapjába igen. Csak egy dolog aggaszt. Micsoda? A Bux Index. Maga tőzsdézik. Mint a vöcsök. Hát a Richter Gedeonnal tele van a pallás. Hát attól félek, hogy egyszer jön a kormány, és újra lesöpri a padlásokat. Na, attól nem kell félnie. Hogyhogy? Mert a kormánynak már nincs pénze söprőre se. Hölgyeim és uraim, azért jöttünk össze erre a pártok fölötti egyeztetésre, hogy kizárólag a haza érdekeit szem előtt tartva olyan embert találjunk a Magyar Köztársaság irányítására, aki minden tekintetben alkalmas az ország felvirágoztatására. És abszolút mértékben fedhetetlen és támadhatatlan,
Mert elég volt abból, hogy politikusaink állandó támadások keresztüzében állnak, és minden tekintélyüket elveszítették. Várom javaslataikat. Nekünk volna már egy jelöltünk. Makulátlan az illető, és kiváló családból származik. Állj! Na? Mit ért azon, hogy kiváló családból származik? Hát, hogy jó hírű, becsületes család, szó nem érheti a ház elejét. Nem jó. Háza nem lehet. Azonnal kiderítik róla, hogy lopta. Vagy kedvezményes hitelekből építette. Nem. Olyan kell, aki egyszerűen a szabad ég alatt is el van. Törvénybe, sőt alkotmányba kell foglalni, hogy Magyarországon csak is olyan ember lehet politikus, aki nem lakik sehol. Sőt, korábban se lakott, és ezután se fog. És akkor hogy fog hazamenni a családjához? Mert ugye az ideális politikusnak vannak gyermekei. Két szép gyerek, esetleg három. Sőt, négy, vagy öt. Nem. Nem az a kérdés, hogy hány gyereke van az ideális politikusnak, hanem hogy milyenek azok a gyerekek. Hát egy fiú, egy lány. Fiú nem jó. Mi? Két nap alatt kiderül, hogy 100 milliós üzletet ütött nyélbe az apja kapcsolatai révén. Bocsánat, de nem közpénzből. Mit gondol? Magyarországon a magánpénz honnét származik? Akkor törvénybe, sőt alkotmányba kell foglalni, hogy Magyarországon politikus csak olyan illető lehet, akinek kizárólag leánygyermeke van. Nem jó, nem jó. A lánygyerek éjjel-nappal műsort vezet a közszolgálati tévében. Akkor úgy legyenek gyerekei, hogy se nem fiúk, se nem lányok. Az egyház nevében kikérem magamnak. Tehát akkor törvénybe, sőt alkotmányba kell iktatni, hogy Magyarországon csak is olyan illető lehet politikus, akinek olyan gyermekei vannak, akik se nem fiúk, se nem lányok, és ezen mégse akad ki az egyház. Szerintem az bőven elég, ha meg vannak keresztelve. Azért ateista is legyen közöttük. Arra az esetre az illető eszmerendszer esetleg ismét változik. Aha. Elvégre az apja is ateista volt. Miféle apa? Az ideális politikusnak ne legyen apja. Nincs annyi dolomit és bánya az országban. Na szóval akkor... Törvénybe, sőt alkotmányba kell iktatni, hogy Magyarországon csak is olyan illető lehet politikus, akit nem apa nemzett, hanem csak úgy egyszerűen világra hozta az anyja. Csak hogy ha az illető megszületett, akkor ugyebár szülőhelye is van, ami abszurdum. Mert akkor a faluja virágba borul a többi rovására, arra kanyarodik az autópálya, sportcsarnok is épül a pusztán, a helybéli rokonok pedig hirtelen meggazdagodnak. Miféle rokonok? Az ideális politikusnak nincsenek rokonai. Mm-hmm. És sógora se lehet, mert akkor soha nem készül el a sorstalanság. És barátai se lehetnek, mert ismerjük a haveri bagázsokat. Tehát egy szóval törvényben, sőt alkotmányban kell rögzíteni, hogy Magyarországon csak is az lehet politikus, akinek soha nem voltak barátai, sőt, ahol életében eddig megfordult, ott mindenütt utálták, mint a szart. Beleértve iskolatársait és tanárait. Ja, hát miféle iskoláról beszél? Az ideális politikus semmilyen iskolát nem végezhetett, mert akkor egykori iskolatársai is vannak, sőt, kollégiumi ágyszomszédai. Erre egyszer már majdnem egy egész rendszert építettek. Akkor nyilván egyből dolgozni ment. Látott már maga politikus dolgozni? De látott is. Hatalomra jutva mind az egykori cégeinek juttat zsíros üzleteket. Kéz kezet mos alapon. Már elnézést, miféle kézről beszél? Az ideális politikusnak nincsen keze, mert akkor gátlás nélkül osztogat. Egyáltalán kell, hogy végtagja legyen. Ha lába van, kirúgja a politikai ellenfeleit. Lábbal tiporja a sárba az alkotmányos és emberi jogokat. És ebből elege van már a magyar népnek. Na jó, de végtagok nélkül hogyan fogják őt felöltöztetni a piárosok? Ruha nem kell.
Mert akkor állandóan tréningruhát vesz fel kampányolni az összes létező címerrel a mellé. Még mindig jobb, mint régi vörös október ruhagyári öltönyében adna ebédet a nagyköveteknek, nem? Miféle ebédről beszél? Az illető semmilyen ételt nem vesz magához. Nincs gyomra. Mindehhez van gyomra, de nem eszik, mert nincs szüksége rá. Mert akkor sőtörön köt ki. És az ország helyett a mágnás kertét terem gyarapodik. Sőt, az ideális politikus nem is iszik. Horn Gyula visszavonult. Mert akkor meg fél lábbal állandóan Kubában, meg a Távol-Keleten tartózkodna, és koktélokat szürcsölgetne. Hát fél lábbal akkor mégis van. Mert ha jól értem, akkor az ideális politikusnak semmilyen szerve, végtagja nincsen, ami emberre emlékeztetne. Akkor ezek szerint az ideális politikusnak csak agya van, mint ez cifiben? Ne vicceljünk már, kérem. Politikus esetében az agy kizárók. Akkor ez olyan, mint a Tamagocsi. Tudják, ami elemmel működik, beprogramozható, és egy 5 éves gyerek is kezelni tudja. Aztán, ha megunja, szépen kidobja a szemétbe. Én nem fogalmaznék ilyen durván. Magyarországon 10 éve működik Tamagocsi temető, és mondhatom, minden Tamagocsi megkapja a tökéletes végtisztességet. Igen, és utána igény szerint le lehet őket önteni vörös festékkel. Ahogyan az Magyarországon minden rendű és rangú ideális politikusnak dukál. Első nap. Ma hajnalban kibírhatatlan ugatásra ébredtem. Nem a kutya ugatott, hanem én. Fuldokolva köhögtem, miközben csak kifelé volt levegőm, befelé nem. Felülök az ágyban, fekve mégsem gyújthatok rá. Pásluk a cigarettából átmussa a légcsövemet. Kicsit jobban érzem magam. Le kellene szoknom a dohányzásról. Második nap. Tegnap még nem szoktam le, de összesen csak egyet szívtam. Egy dobozzal. Délelőtt. És egyet délután. Éjszaka aludtam, meg fuldokoltam. Tudom, hogy a dohányzás káros az egészségre. Rá van írva a dobozra, hogy az önére. De érzem, hogy az enyémre is. Harmadik nap arra kértem a feleségemet és a gyerekeket, a 12 éves Ákost és a 14 éves Edinát, hogy segítsenek leszokni. Azt mondták, hogy jó, már ők is gondoltak rá, hogy én meg segíthetnék nekik leszokni. Borzasztó, hogy mi pénzt füstölünk el. Most is milyen finom, ahogy a tüdőmbe áramlik ez a kellemes, meleg, jóízű füst, a nikotin pedig felmegy az agyamba, hogy ott csináljon rendet. Kellene valami, ami motiváljon a leszokásban. Este ultiparti, vagyis a napi adakhoz plusz egy doboz jön. Negyedik nap. Ma ébredés után végre nem a cigaretta volt az első. Teljes 5 percen át megálltam, hogy ne gyújtsak rá. A nejem és a gyerekek kórusban biztattak, hogy hajrá, szokj le, hajrá, szokj le. Ülök az ágyban, magam elé meredek, szédülök, hány ingerem van, szorít a szívem, szúr a tüdőm, zsibbad a nyelvem, hidegek a végtagjaim. Mi történhetett? Megvan, de hiszen ezek már az elvonási tünetek. Gyorsan rágyújtok, elszívok néhány szállal, csak egy kicsit lesz jobb. Le kellene szokni valami. Motiváció kéne. 5. nap a munkahelyemen azzal fogad a főnök, hogy több időt töltök a dohányzásra kijelölt helyen, mint a munkámmal. Sürgősen változtassak, különben fel is út, le is út. Megvan a motiváció, az fog segíteni a leszokásban, hogyha nem hagyom abba, ki fognak rúgni. Örömömben, hogy megvan a megoldás, plusz egy dobozzal elszívok. 6. nap. Hajnali 5 óra. Megpróbálok nem cigarettázni, de csak miután elszívtam az utolsó kartonnal, amit az előbb vettem egy benzinkútnál, nem hagyhatom kárba veszni,
Ha nem szívom el, elszívja más. 7., 8., 9. nap elszívtam. Tulajdonképpen az utolsó dobozhoz már hozzá se nyúltam, mert elsötétült előttem a világ, és csak a kórházban tértem magamhoz. Azt mondta az orvos, hogy ha nem hagyom abba a dohányzást, végzetes következményei lehetnek. Elhiszem, de azért tudjuk, hogy a passzív dohányzás is káros, ő meg egyenesen az arcomba fújja a füstöt. 10. nap. Itt a belgyógyászaton végre nem szabad rágyújtani, úgyhogy egész nap csak egy csomaggal szívtam. 11. nap. Újra itthon. Mi ez a furcsa szag a lakásban? Az asszony örömtől sugárzó arccal közli, hogy ő és a gyerekek egy teljes napja nem cigarettáznak itthon. Hát ezért olyan szokatlan a levegő, mint ahogy az is, hogy a szoba egyik végéből ellátni a másikba. Egy szár rohadt cigaretta nincs itthon. Fejüket rázzák, hogy nincs. Kínában a tapétát kaparom a 10 körmömmel, összegyűjtöm a tenyerembe a lekapart morzsalékot, és betöltöm egy összesodort WC papírba, meggyújtom. Nem igazán ízlik, azt hiszem mélyebben kellett volna kaparnom, hogy több legyen benne a ragasztó. A feleségem napra forgó maggal, savanyú cukorkával és leszoktató kapszulával kínál, hogy lehet ezekből cigarettát sodorni. 12. nap. Tegnap egy szál cigarettát se szívtam, büszke vagyok magamra, pedig nagyon kívánom. Lássuk a napra forgó magot, 4-5 marék után feladom, mert kisebesedett tőle a szám. A gyerekek gyógyszertári rágógumival kínálnak, ami segít leszokni. A számba nem tudom venni, de kibontok párat, és az ujjaimmal elfoglalom magam egy kicsit a puha golyókkal magam. Arra kérem a családomat, hogy menjünk le sétálni, hát ha kint könnyebb lesz. Az utcán mélyet lélegzek, és kélyesen szívom be a kéklő füstöt, amit egy teherautó okád magából. Érdekes, hogy milyen sok ember cigarettázik. Például ez a taknyos kis kölyök, aki itt jön szembe, dobod el? Nem dobja, de én elveszem tőle. Már rakom is a számba a gyönyörű férig se szívott cigarettát, de a feleségem feláldozza magát, kitépi a kezemből, és gyorsan elszívja. Mennyi csik van a földön? Látszik, hogy nem vagyok gyakorlott csíkszedő, azonnal a kezemre lépnek. Mi az, hogy lépnek? Ez is az asszony volt, az én drágám, aki annak idején 20 éve rászoktatott. Egy dohánybolt előtt földbe gyökerezik a lábam, de csak egy pillanatra, mert már is törtetek befelé. Ismét a nejem ment meg, azt kiabálja, hogy tolvaj, tolvaj. Futva menekülök, mit ki nem talál az asszony. Egyébként odament tényleg zsebre raktam egy csomag cigarettát, de a feleségem könyörtelenül elveszi tőlem, irigylem érte. Milyen kár, hogy én már soha nem lehetek feleség. Hazaérkezünk, a szívem össze-vissza kalimpál, kínoz a nikotin éhség. A nejem elővesz egy nikotintapaszt, hová kell ragasztani, például a delekamra. Érdekes, azt hittem a számra. Nem érzek semmit, csak azt, hogy majd megveszek egy cigarettáért. Hogy malamivel elfoglaljam a kezem és a szám, elkezdem megenni, amit a hűtőben találok. Amikor negyedszer fordulok, felfedezek valamit a földön, a hűtőszekrény és a fal között. Egy szál cigarettát! 13. nap. Nekem nem kell mondani. Tudom, a dohányzás káros az egészségre. Fekszem az ágyon, és cigarettázom. Azért nem ülök fel, mert nem bírok. A család könnyes szemmel áll fölöttem. Már amennyire ki tudom venni őket, mert elég homályosan látok. Csengetnek. Megjön a pap. Feladja az utolsó kenetet. Aztán leül mellém az ágyra. Elnézést kér. És rágyújt az utolsó cigarettámra. Halló, szervusz anyukám. Csak azért hívtalak fel, mert egy kicsit később megyek haza. Igen, később. Tudod, ma van benne itt ez az ünnepség. Milyen ünnepség, milyen ünnepség? Jaj, anyukám, ne csinálj most úgy, mintha elfelejtettem volna nem szólni neked erről. Ma van a Terenyei évforduló. Micsoda? Te nem hallottál Terenyei Istvánról?
Remélem, a gyerekek már alszanak, és nem hallják, hogy az anyjuk milyen műveletlen. Nem sutogok. Csak nem akarom, hogy a haverok is tudják, hogy te nem tudsz terenyeiről. Nem, anyukám, képzeld, a terenyei nem egy részeges haverom, hanem a terenyei egy hős volt. Ma lenne 547 éve. Nem, anyukám, sajnos már nem él. Mivel, hogy ő nem egy teknős béka, hanem hős. Hős volt. Mi azt, hogy nem hiszed? Hogy nem hiszed? Micsoda bizalmatlanság ez már megint most. Te most itt meséljek neked el egy hős tettét a mi terenyeinknek. Tényleg? Jó, akár százat is, anyukám. Na, tessék például, ezt hallgasd meg. Nem, vagy inkább ezt a másikat, jó? Na. Szóval egy szép napon ment, mendegél Terenyei István az úton, egyszer csak elér Bizánc kapujához. Hogy mit keresett Bizáncba? Igen, anyuk, írhabundát, anyukám, azt keresett. Azt keresed, jó? Itt vagy még? Na, szóval, odaírt, és jött mögötte az egész nemzetközi brigád, és egyszer csak az a bizánci kapu zsupsz be volt zárva, mert záróra után érkezett. Na, erre fogta a Terenyei azt a nagy tüskés buzgárját. Mit mond? Hogy buzogány? Hát buzogány! Na jó, ha ismered a sztorit, akkor mit bizalmatlan? Szóval fogta a buzogányt, puff, belevágott a kapuba az a Terenyei. Se kaputelefon, se kukucska. Puff! Ilyen ember volt a mi Terenyei Pistánk. Mi a... Hogy mi lett vele? Hát mi az érettségi tétel? Jó, teljesen ki kell dolgoznom. Na jó van, szóval... Szegény Terenyeit elfogta a Dózse. Nem az újpesti Dózse, hanem a bizánci Dózse. És bíróság elé állította koholt vádakkal. Ott ült szegény Kufsteinben. Vallották ám a gestaposok, piszkosul. De nem vallott egy szót se. Miért? Miért? Mert egy szót se tudott németül, anyukám. Na szóval a börtönben ismerkedett meg Csapajevel, aztán kiszabadult. Egy kicserélték. Igen. Dr. Zorgéval. Igen. Aztán ő lett Görgei Artúr kormány szóvivője. Görgei, tudod, akire a múlt héten ittunk. Na, Terenyei fogta magát, elkísérte Görgeit a számüzetésbe, Rodostóba. De hogy csak Kossuth volt Rodostóba, ahogy te tévedsz, anyukám. Hát nem mondom, Rodostó felsőn valóban Kossuth apánk volt. Na de Rodostó alsón, na ott ki volt? Görgei meg a Terenyei. Onnan robbantották fel a nyilas házat. Na jó van, anyukám, csak egy kicsit később érek haza. Te csak fogd meg azt a három üveg sört, azt tedd bele a hűtőbe, mert buli után fölugrunk egy kicsit a fiúkkal. Lehet, hogy a Terenyei is jön. Na, pápá. Tavasz van. Mindenütt sár. Kutya becsinált. Ragad rám, nem enged. Betérek egy restibe. Körtét kérek hitelbe. Alma. Közelebb húzódok egy munkáshoz. Jó erős. Leszívom a füstjét. Bent tartom. Sűrítem. Kipufogom. Kapok egy csikket. Brazil. Rio Jancsi. Szóba elegyedek. Kommunisták, Trianon, ki a magyar ingyenebéd közmunka? Undor. Nők, Kitzbühel.
óriás műlecsúszás. Vagyon? Hagyom. Gyerekek? Fényképen. Apjuk? Hagyjuk. Anyjuk? Hiba. Liba. Befogadnak. Kapok még egy csikket. Bokázok. Fogadást ajánlok. Fogadjon be valaki éjszakára. A hajléktalan szálláson lopnak. Ágyastól. Az aluljáró luxus. Örök bérlet. Helyet csak örökölni lehet. Na-na. Összkomfort. A szomszédpultnál ott hagynak egy kolbász véget kenyérhéjjal. Négyen vagyunk rá. Ebből most kimaradok. Szemünk sarkából a tányérokat, poharakat, hamutartókat figyeljük. Lecsapunk. A csapos is. Kívül tágasabb! Igaza van. És hidegebb. Együtt maradunk. Aki van kabát, megfésülködik és beáll a piros lámpához. Kocsiról kocsira. Felveszi a pillanatnyi pénzzavarac kifejezést. Még mosolyog is. Kár. Neki a hideg nem fog vacogtató. Szerzünk egy kutyát. A kutya nem érti, hogy mit keres ebben a projektben. Egy kéz kinyújt egy kutya konzervet. Már csak kenyér kell. Nekiesünk. Könnyen rágunk. Négyünknek van 32 foga. Kutyástul. Valaki tud egy talpon állót, ahol takarítani lehet. Az információ hatalom. Elindulunk. Benyitunk. Levackolunk a sarokban. Sarokgarnitúra. A pincér megszánt. Paraszt. Két ecibor négyünknek? Kiderül, hogy csak hármuknak. Ebből most kimaradtam. Összenézünk a kutyával. Csóválja a farkát. Az enyém csak lóg. Azt mondja, a pincér volna ám itt valami. Egy kis mellékes. Csüngünk az ajkain. Igazolványotok van-e? Mondjuk van, de lejárt. Azt mondja, az a jó, írjátok át, hogy érvényes legyen. Átírjuk. Papírokkal jön vissza. Itt írjátok alá. Kérdezzük, mi ez? Azt mondja, kaptok fejenként 5000-et, hát nem mindegy. Egymás kezéből kapkodjuk a tollat. Gratulál, mert cégtulajdonosok vagyunk. Az anyja. Kőgazdagok vagyunk. Irány vissza a resti. Kivágjuk az ajtót. Mindenki odébb húzódik, mert a szagunk jelentős. Jöhet a csülökből. Néznek. Még a kutya szája is csupa zsír. Közben jön a hír, hogy a déliben valaki talált egy fűtött vagont. Oda bent raktak tüzet. Még van hely. Útközben a plakátokon olvassuk. Éden lakópark, családias társasházi öröklakás, infraszaunával, belső medencével. Futás közben röhögünk. Anyátok. Négyünknek van 20 000 két hónapra. Hol jöttök ti ehhez? Lúzerek. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem granitkörték@gmail.com. Webhely granitkörték.blogspot.com. Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodat időben rendezni szeretnéd. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként, divatos szóval, szingliként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Üzenj részemre, ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk egymást.
olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. Ha átmenetileg nincs ötleted, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Szívesen veszem séta, kiránduló, szabadidőpartner jelentkezését. Nyitott vagyok egy romantikus kapcsolatra. E-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, beszélgetnék hosszú távú párkapcsolat reményében. További tartalmakért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető egyéb oldalakra, mint például a párkereső prózák. Készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben, a megadott címen, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról és a közöttünk lévő légvonalbeli távolságról is tájékozódhatsz, valamint kapcsolatfelvételi szándékodat anonim módon is jelezheted a kapcsolódó blogon található üzenő alkalmazás segítségével, melynek helye, lásd levélboríték ikon. Ezen videó vagy a kapcsolódó blog megosztásával, ajánlásával szintén segíthetsz párt találnom, amit megköszönök. Egyszerűen oszd meg Facebookon, Instán, vagy ajánld ismerőseidnek e-mailben. Köszönöm! Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat találhatsz rólam, pacelink.net per Gránit Körték. Webhely granitkörték.blogspot.com. E-mail címem granitkörték@gmail.com. Keresd ki a csatornám többi videóját, hát ha találsz még valami érdekeset ezen kívül is. Köszönöm, hogy meghallgattad zenés hirdetésem, további szép napot kívánok!